mondani. Elsősorban nagy szeretettel köszöntöm Fekete Nándort, aki 2007-ben végzett a Zene Akadémián, kiváló minősítéssel, mint nívódíjas orzsona művész. Diplomája készhez vétele után azt a missziót vállalta, hogy olyan helyszínekre viszi el a hiteles nagyorgona hangzását, ahol igény van rá, viszont koncertre alkalmas hangszer nem áll rendelkezésre, mérete, állapota vagy épp hiánya vége. Ebből kifolyólag az elmúlt 6 évben több mint 200 hangversenye volt a világ egyik legmodernebb szállítható koncert orgonájával, melyet az olaszországi Viszkont orgonagyár készített. Bár templomba vagyunk, de rendhagyóan hangversenyen, ezért tetszésüket taps formájába kifejezhetik az elhangzott művek után. Szeretettel köszöntöm én is a tisztelt egybegyűlteket Világklasszisok című lemezem bemutató koncertjén, amely sokak által ismert és közkedvelt darabokat tartalmaz, könnyed, meghitt, olykor festő virtuóz, egy szóval színes kikapcsolódást nyújtva tisztelt hallgatóságnak. Minden idők egyik legismertebb orgonadarabjával, Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fuggájával szeretném megnyitni az estet, amely valójában egy szokatlan, fantáziaszerű, improvizáltnak tetsző forma, egyetlen szélsőségekben gazdag tétel, melyben egy terjedelmesebb fugát, néhány ütemenként változó tartalmú, tempójú és karakterű, szabadon csapongó szakaszok ölelnek körül. A darab legsajátabb jellemzője a gesztusok monumentalitása, a retorika tűzijátékszerű sziporkázása, a feltornyozott szűkített akkordok, a pergő triolák, a visszhangszerű effektusok hatása már-már festői lesz, és mindezzel meglepő kontrasztban áll a darab technikai igénytelensége, mind formailag, és mind a hangnemű építkezés tekintetében. És Peter Williams, a világ egyik legelismertebb zene teoretikusa állítása szerint, a darab eredetileg egy hegedű mű volt A-mollban, az orgona változat pedig csupán egy átirat D-mollban. Nos, akárhogy is légyen, sikerült és egy népszerű alkotásról van szó, fogadják szeretettel elsőként Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fuggáját, amelyel orgonám markánsabb, grandiózusabb oldalát is szeretném bemutatni, úgyhogy nem kell megijedni, a tokkáta egy picit hangosabb lesz, de utána majd következnek a könnyedebb, meghittebb szakaszok. Kellemes kikapcsolást kívánok én is önöknek, és mobiltelefonjaitok egyaránt. Thank you.
Johann Sebastian Bachnál maradva egy könnyedebb, meghittebb világba szeretném most Önöket elkalózolni, méghozzá D-dur szvittjének az R tételén keresztül a saját átiratomban. Johann Sebastian Bach zenekari szvittjei kőteni vagy a lipcsei évek termése, Kötenben a Herceg zenekarát, Lipcsében az egyetem együttesét vezette, és ő maga gondoskodott ezeknek az együtteseknek a műsor darabjairól is. Mint egy korban általában, ezeknek a daraboknak a jellege középúton áll a zenekari és a kamara zenekari muzsika között, az R a harmadik számmal jelzett D-dur szvitt második tétele, a kimérten lépő és ereszkedő basszus motívum fölött bomlik ki a világhírű dallam, a kor egyik legszebb hangszeréről tényleg. Thank you.
maradva még egy pillanatra, hangszerem további különlegességeit szeretném bemutatni, méghozzá azt, hogy nem csak orgona, hanem kiváló zenekari hangszerekkel is rendelkezik. Úgyhogy Johann Sebastian Bach Hámor szvitjének az egyik legismertebb Badinéri tételét fogadják szeretettel a korhű hangszerelésben, csemballón és barokkfogolán. Sebastian Bachal, de még rokoni szálak is kötötték őket, ugyanis az unokatestvére volt. Mint orgonamű komponista, olasz és német kortársai koncertó darabjai orgona átiratai által vált híressé és ismerté, és ezek a művek ihlették rokona Johann Sebastian Bachot is, hogy elkészítse mára már híressé vált Vivaldi koncertó átiratait. Ezek a versenybűvek általában három tételesek, de ez egy rendhagyó darab lesz, úgyhogy egy négy tételes alkotás következik, melynek tételfelosztása a következő lesz. Lassú, gyors. Fogadják szeretettel.
könnyed világklassz és alkotás következik. Tommaso Aldroni adagioját szeretném felkonferálni. Az eredeti alkotás elveszett, de 20. században élt Olaszországban egy Remo Gisotto nevezetű zenetörténész, aki rekonstruálta az eredeti művet két töredékes kézirat és egy számozott basszus szólam alapján. Ezért is van az, hogy inkább egy romantikusabb ízvilág, és nem is annyira a barokk harmóniák jellemzik. Egyébként nemrég tudtam meg, hogy magyar vonatkozása is van az alkotásnak, ugyanis Szécsi Pál, nézd milyen szép az élet című slágerét, ennek a dallamára énekelte. Na de most következzék az eredeti alkotás, Aldroni adagio. Thank you.
szerettem volna egy magyar szerző művét is az estre. Liszt Ferenc Édül konszolációját szeretném felkonferálni. 1850-ben jelent meg Liszt Ferenc Consolations című sorozata zongorára, amely 6 darabot tartalmaz. Ám ebből az 5. alkotást Alexander Wilhelm Gottschalk átírta orgonára, és közölte repertóriumjában. De a budapesti Liszt Múzeum Liszt hagyatékában őrzött példány tanúsága szerint az átirat maga a kortárs Liszt Ferenc jóváhagyását is elnyerte, így az ő neve alatt is előadható. A frázisok egyébként a következő képen követik egymást, majd egy ABAB szakasz után CC zárja majd a művet. Egyik leggrandiózusabb művét, César Franck Ábor koráját. A 19. század legmeghatározóbb alkotásaival gazdagította César Franck a francia orgona irodalmat. Méltán nevezte őt Liszt Ferenc a párizsi Bachnak. A szerény halkszabú művész utolsó alkotásai közé tartozik a három korál, melyek közül most az Ábort szeretném önöknek felkonferálni, és erről a műről egy picit többet fogok mesélni, mert
elég sokrétű, elég komoly mondani valója van, egy közel negyed órás nagy alkotás következik. Először is térben két részre osztanám, időben pedig háromra. César Franck a mű első harmadában a Dübörg utca zaját és az utcára néző templomot állítja egymással szembe, melyből majd meghitt korál harmonizáció szól. A Dübörg utca zaját mindig az alsó manuálon szemléltetem, majd César Franck korál harmonizációi pedig mindig a felső manuálon fognak majd felcsendülni. Aztán elérkezünk a második harmadhoz. Könnyen felismerhető lesz, hogy hol kezdődik ez a szakasz, ugyanis Kottában az egyetlen lapozás itt lesz, na de viccet félretéve. Gyönyörűséges adagio rész következik majd, amely a könnyedséget, a meghittséget hozza el közénk. Aztán a későbbiekben kiderül, hogy vihar előtti csendről volt szó, ugyanis a harmadik harmadban elszabadulnak az indulatok. Mintha valamilyen felsőbbrendű erő betörni a templom kapuját, és az utcazaj elfátyolozni készülne a templomban meghitte ordonáló Franckot, de ő nem hagyja annyiban, a legfelső szólamok végig fogják énekelni az első szakaszból már jól ismert korál dallamot, és minden más alól marad majd. Tehát következzék egy drámai alkotás, ha úgy tetszik, a sötétség és a fény harca. Fogadják szeretettel a francia romantika korából César Franck ámor koráját a párizsi Notre-Dame orgonájának a hangzásában.